És a brüsszeli csúcs után a NATO-sok is találkoznak, a NATO országok. Mesterházi Attila van itt velünk telefonon, a NATO parlamenti alelnöke, üdvözlöm. Jó reggelt kívánok! Mi történik ezekben a percekben? Hát, ha jól látom, akkor mindenki teljes erővel dolgozik azon, hogy ezt a konfliktus valahogy megoldják. Tehát a szankciókról történik egyeztetés, ma fog egy a NATO főtitkár összehív egy online formában is egy találkozót újra az Észak-Atlanti tanács számára, tehát megvitatják a szükséges lépéseket, és hát mindegyik ország képviselője tulajdonképpen figyeli az eseményeket, és azon dolgoznak, hogy hogyan lehetne olyan szankciókat bevezetni, hogyan lehetne olyan intézkedéseket bevezetni, amivel Oroszországot el lehet rettenteni attól, hogy további harci cselekményeket folytasson. Az uniós országok megegyeztek abban, hogy közösen fognak fellépni, és szankciókat vezetnek be, kivéve az energiaellátást, mert arra mondjuk szükségünk van mindannyiunknak. Az elemzők viszont azt mondják, hogy itt riogathatjuk az oroszokat mindenféle szankcióval, ez nem fogja meghatni Putyint. Van értelme ezeknek a szankcióknak, vagy a NATO bármilyen más módon be tud avatkozni? Hát gondolj bele, mi a másik opció. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a szankcióknak semmi értelme nincs, akkor két lehetőség van, vagy katonai segítséget kell nyújtani Ukrajnának, vagy pedig azt kell mondani, hogy hát így járt szerencsétlen ország, és akkor vegyük tudomásul, hogy Oroszország azt csinál, amit akar. Tehát teljesen természetes, hogy van ezeknek a szankcióknak értelme és eredménye. Különösen akkor, hogyha ezek ilyen személyre szóló szankciók, tehát magyarul a Putyin körének, a belső körének, vagy az oligarchiáinak a vagyonának a befagyasztásáról, számláinak a befagyasztásáról van szó, vagy pedig azok a típusú pénzügyi szankciók, amiket ön is említett, és már az Egyesült Államok is, Nagy-Britannia is, és egyébként az Unió is belengetett. Ezeknek ugye kidolgozása, részletes kidolgozása zajlik. Bocsánat, és tudatosan nem a gazdasági kereskedelmi típusú szankciókat erőlteti egyetlen egy NATO-s tagország sem, mert ezek szoktuk általában talán kevésbé hatékonyak lenni. Úgyhogy mindenféleképpen lesz következménye és hatása ezeknek a szankcióknak. Az egy kérdés, hogy Oroszország mennyire készült föl arra, hogy ilyen típusú szankciókkal sújtják, és meddig bírja ezt a nyomást. Több ország is a NATO szerződés negyedik cikkének alkalmazását javasolja, ez mit jelent? Ugye a különbséget kell tenni a sokat emlegetett ötödik cikke és a negyedik között, mert az ötödik az, amelyik ugye a kollektív védelemről szól. A negyedik az arról szól, hogy egy ország, hogyha saját magát fenyegetve érzi területi épségét, biztonságát, akkor konzultációra hívhatja a többi országot azonnal, és most azt hiszem, a három balti ország és Lengyelország kezdeményezte ezt a négyes cikkeinek az alkalmazását, tehát hogy azonnali konzultációt tartsanak, mert úgy érzik, hogy az ő országuk vagy területi integritása, vagy nemzetbiztonsága veszélybe kerül. És ezt a protokollt úgymond elindítja majd a NATO. Mi Magyarország szerepe jelenleg ebben az egész helyzetben, illetve mennyire vagyunk erős tagjai a NATO-nak? Nézze, ez mindig ugye az ország méretéhez, most itt főleg a hadsereget értem ez alatt, és katonai erejéhez kell mérni. Magyarország nem a legerősebb NATO tagállam ilyen szempontból, de megbízható NATO tagállamnak számít a kötelezettségek teljesítése szempontjából. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak az egyik legfontosabb feladata, hogy támogassa, segítse a közös döntéseket mind a NATO-ban, mind pedig az Európai Unióban. És szerintem nagyon helyes, hogyha ebben egyetértek a külügyminiszterrel, hogy mindig föl kell hívni a figyelmet, hogy a diplomáciai megoldás az a legjobb megoldás. A háborút azt egyértelműen abba kell hagyni, és mindenféle olyan cselekményt, ami ezt tovább súlyosbítja, az mindenki számára káros. Ugye Magyarország nem tud kimaradni ebből a konfliktusból, látom, hallom a miniszterelnöknek a mondatait, szerintem ezek sokkal inkább a belpolitikának és a választási kampánynak szólnak. Tehát a szomszédunkban zajlik egy konkrét háború, pár száz kilométerre a határtól, 150 ezer fős magyar kisebbség él Kárpátalján, tehát nem lehet azt mondani, hogy Magyarország ki tud maradni ebből a konfliktusból, vagy fontosítanunk egy, mit jelent az, hogy ki tud maradni, de én azt gondolom, hogy ebben Magyarországnak szolidárisnak kell lenni, tehát a menekültek számára minden segítséget meg kell adni, és ami nagyon fontos, hogy mit eddig csinált Magyarország, hogy mind az Európai Unió esetében, mind más esetekben folyamatosan bontotta az egységet,
Tehát mindig valami ellen szavaztunk, és valami külön utas politikát folytattunk Oroszországgal szemben, ezt abba kell hagyni, ez az idő lejárt. Tehát most már nem lehet a vonalon állni, nem lehet ezt a pávatáncot folytatni. Aki most megbontja ezt az egységet, az én véleményem szerint elárulja az euróatlanti szövetséget, és ezt a közösséget is serben hagyja. Egyelőre nem tűnik úgy, hogy bárki szeretné megbontani az egységet, elég határozottan jelentette ki a miniszterelnök is a hajnali beszédében, vagy nyilatkozatában, hogy egységes álláspont van, hangsúlyozva az egységes. Nagyon röviden ön el tudja képzelni, hogy a NATO bárhogy beavatkozzon katonai eszközzel ebbe a konfliktusba? Én nem tudom elképzelni. Tegnap az Amerikai Egyesült Államok elnöke a szankciók mellett, amikor ezt bejelentette, akkor azt is bejelentette, hogy orosz csapatok, orosz katonák nem fognak részt venni ebben a konfliktusban. És valószínűleg ennek a csalódottságának adott hangot ma hajnalban, bocsánat, az ukrán elnök is, aki azt mondta, hogy Ukrajna egyedül maradt ebben a... Elnézést, hogy kínálok az udvarom, mert nem sokára a francia szenátusba kell bemenjek. Tehát magyarul kijelentette Zelenszkij, hogy Ukrajna egyedül maradt ebben a harcban, és a hangjában érezhető volt azért egy kis csalódottság, valószínűleg ez a fáradtságnak és a stressznek is betudható. Tehát én azt gondolom, semmilyen NATO csapat nem fog Ukrajnába érkezni, nincs is ilyen kérés, nincs is ilyen feltétel, sőt arra is odafigyel a NATO, hogy nem ad NATO címen semmilyen fegyvert, felszerelést Ukrajnának, hanem ez bilaterális kétoldalú úton különböző országok kormányai ajánlják föl, tehát a holland kormány, a spanyol és a többi brit kormány, az Egyesült Államok. Tehát Magyarországnak nem ilyen formában kell részt venni ebben a konfliktusban. Ne kell higgadtan és nyugodtan nem kapkodva, én ezt többször elmondtam, elemeznie kell a helyzetet, Bilágos. És azért van egy kis kétségem afelől, hogy ez végig így fog kimenni, hiszen az Európai Unióban döntöttek arra, hogy Oroszországot lekapcsolják az úgynevezett SWIFT kódos rendszer, amit a bankok használnak átutaláskor, és itt a négy országban már Magyarország benne volt, amelyik nem akarta ezt a szankciót bevezetni Oroszországgal szemben. Tehát Ciprus, Olaszország, Németország és Magyarország volt, amelyik nemet mondott erre. Muszáj befejeznünk. Igen, bocsánat, én bízom benne, hogy nem ezt az utat fogja folytatni Orbán Viktor, amit eddig az elmúlt években tapasztaltunk, és jó lenne, hogy a Szijjártó Péter is talán elgondolkodna az, hogy visszaadja a barátságért érdemérmet. Mesterházi Attila, a NATO parlament alelnöke. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget, szép napot.